64 térségi és távolabbról érkező nyugdíjasokkal telt meg a Nagy Endre rendezvényterem szombat délelőtt. A Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub már majdnem két évtizede minden ősszel megtartja hagyományos humor és táncfesztiválját. Horváth Jár köszöntötte őket, aki elmondta, örül, hogy ilyen sokan látogattak el a városba. Ugyanakkor a nagyszülők kiemelt szerepéről is beszélt. A nagyszülők, a nagymamák, a nagyapák azért már láttak karunkvarjút. Túl vannak már egy-két dolgon, és pontosan tudják azt, hogy hogyan kell kezelni az életet. És mindig ott vannak a családokban. Segítik a családok mindennapjait, a mindennapi életet. Idén a megszokott klubokon túl újak is érkeztek a rendezvényre. A 60-i szervezők célja, hogy jó és tartalmas kapcsolatot ápoljanak más települések lakóival is. Többféle produkció van, tánc, ének, vers és jelenetek. Dunakesziről kezdve Szajol, Mezőkövesdről a magyar lakodalmast hozták. A mikrobumból is tánc is lesz, jelenet is lesz, ének is lesz, többfelől hoztak énekszámokat is. És hát reméljük, hogy sikerülni fog. Részünkről, a mostani klubvezetés részéről első rendezés. A humor és táncfesztiválra minden alkalommal készülnek a tagok, hogy ismét új produkciókkal mutassák meg tehetségüket. A legtöbben tánccal és énekkel jönnek, de vannak, akik kabaré jeleneteket vagy vicces monológokat, verseket adnak elő. Most szombaton egy olyan csoport is fellépett, akik egy komplett mennyegzőt mutattak be.